Utoljára 2011-ben mentünk itt túrán, azon gondolkoztunk, meg azt beszéltük a Gáborral, azok is nagyon szép élmények voltak. Mondjuk akkor kicsit rosszabb utakon közlekedtünk. Szerencsére indul a szezon, itt tudunk lenni autóval, szponzorokkal, új szponzorral is, új gumival, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a megmérettetést. Nagyon jó minden, most egy kicsit elhúzódott azért a történet, itt el vagyunk csúszva körülbelül fél órával, egy órával, de igazából már nagyon várjuk, úgyhogy készülünk a holnap reggelre. Szilveszter rallin mentünk, meg most teszteltünk egyet Rábaringen másfél hónappal ezelőtt, az nagyon hasznos volt, úgy gondolom, az a teszt. Ott tudtunk menni egy 50-60 kilométert, úgyhogy legalább tudtunk menni az autóval. Most tudtunk rakni új gumikat, kaptunk 4 új gumit a szponzoroktól, köszönjük szépen nekik. Az autó is föl lett újítva teljesen, motorváltó, futóműfék, minden új. Úgyhogy az első körön, a gyors szakaszon én úgy gondolom, hogy ott abszolút 8. időt tudtunk jönni a lábatlanon, még ott marad benne azért jócskán a temposokba, de a rugógyári szakaszon ott abszolút első időt tudtunk jönni, úgyhogy ott nagyon nagy a küzdelem, tényleg tizedekre vagyunk egymástól, úgyhogy azt viszont nagyon élvezzük, az nekünk hazai pálya. Jól tudtunk menni, én is azt éreztem, mind a kettő dinamikus volt, és azt gondolom, hogy tényleg az időeredmény, amit mutat, az azt jelenti, hogy jól is sikerült felírni a pályát, úgyhogy még talán egy pici maradt benne, megpróbáljuk a második kört még egy kicsit dinamikusabban, gyorsabban. Thank you.
Nagyon-nagyon szoros volt a csata. Egész nap egyébként, nem csak az utolsó gyorsaságikon, ilyen egy másodperc ide, kettő oda, kettő ide, tehát minden gyorsaságin adok-kapok volt a srácokkal. Ketten mentünk elől a Strider Zoliékkal, nagyon nagy csatában voltunk, nekik a hosszú, a gyors szakaszok mentek jobban, a lábatlan bajna, nekünk meg pedig a rugógyár, az nálunk teljesen hazai pálya, nálunk, nekünk meg az ment jobban, úgyhogy adok-kapok volt végig egész nap, és amikor megfordították a pályát, amikor bajnáról mentünk lábatlanra, akkor az utolsó szakasz előtt még 1,8 másodperccel vezettünk, és az utolsó még 0,2 másodperccel meg tudtuk verni őket, úgyhogy így a vége, hogy 2 másodperccel nyertünk, így a kategória első hely is meglett, és az abszolútban is harmadik helyen sikerült végeznünk. Egyrészt tényleg azt mondom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni, koncentráció, felkészülés, az, hogy jó pár éve versenyzünk együtt, ismerjük egymást, a bizalom, én azt gondolom, ez nagyon fontos, és mögött a csapat és az autó, ami hibátlanul teljesített. Igazából az utolsó gyorsra is, még amikor mentünk ki, a kanyarokat beszéltük át, a lassítók technikai részét, és megpróbáltuk a maximumot adni, nyújtani, ami úgy tűnik, hogy sikerült. Van már hologramos, overállom. Most vettem, drága volt, úgyhogy minden szponzorra szükségünk van. Köszönjük szépen egyébként. Mi várunk mindenkit sok szeretettel. 0630, 600... Igen, na igen. Jó a hangulat.